A feladásra szánt levelet veszi át az ügyintéző a Barátság úti postán, amely újra fogadja az ügyfeleket. A környék lakói természetesen örömmel fogadták, hogy ismét van lehetőségük a lakóhelyük közvetlen környezetében intézni postai ügyeiket. Jó itt a posta, hogyha itt van. Nagyon sok ember itten ideje, ha sok idős van, ennyi. Én is szeretek ide jönni. Én nekem nagyon hiányzik, mert én a Rómaira jártam most, mert én a nagypostára nem mentem be, azért, mert ott annyian vannak, ma is benn voltam, és kis egymillióan. Hiába van gyors a kiszolgálás, meg számrendszeres, de nem, egyszerűen nem. Én nagyon örülök, hogy megnyitott. Az intézményt még márciusban zárták be, másik két postafiókkal együtt. A bezárás oka elsősorban a kihasználatlanságuk volt. Egy lakossági kezdeményezés eredményeként viszont újra megnyitották. Az ügyfelek egyelőre a postai alapszolgáltatásokat vehetik igénybe. Jelenleg levélpostai küldeményeket tudunk fogadni, ajánlott küldeményeket, tértivevényes küldeményeket, csomagokat belföldre és külföldre is. A kollégáink jegyzik az ügyfeligényeket, hogyha erre szükség van, akkor a szolgáltatási kört természetesen bővíteni fogjuk. A szolgáltatási területtel kapcsolatban folyamatosan végeznek igényfelméréseket. Bővítés esetén a tervek között szerepel a pénzügyi szolgáltatások intézése, tehát a készpénz átutalási megbízások feladása mellett az átutalások kezdeményezése egyaránt az ügyfelek rendelkezésére állna a jövőben.